Útfelújítási munkálatokba kezdtek Gyergyószentmiklóson, a Hargita megyei kisváros legtöbb utcájában és a forgalmas utakról eltűnnek a kátyúk. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat a főtér sétányainak a felújítását is tervezi. A forró aszfalt burkolatot terítik el az útjavító cég munkásai Gyergyószentmiklóson. A forgalmas főutakon és más utcákban a kátyúk melletti jelzések figyelmeztetik az arra közlekedőket, hogy hamarosan új aszfaltszőnyeg fogja borítani az úttestet. Jelen pillanatban a Bucsin negyedben egy igencsak megrongálódott utcarészt terítenek be aszfalt szőnyeggel, hasonló történik majd a pénzügy előtti parkolóban is a Fürdő utca 7 számnál, amint azt korábban már jeleztük. Megtörtént az aszfalt réteg felmarása a Kossuth-Lajos utcában és nem sokára a Testvériség sugárúton, illetve az Állomás utcában is. Elsőbséget élveznek azonban azok az útszakaszok, amelyeken jelentős turistaforgalom halad át. Ezek felújítását és javítását az önkormányzat pünkösdikbe szeretné fejezni. Az előre eltervezett felület, amelyet kátyúzásra szeretnénk rendezni, az több mint 4500 négyzetméter, majd ezt követően a kátyúzásokkal egy időben megtörténik a főtéri parkban levő sétányoknak az aszfaltburkolattal való ellátása is. Ez egy időszakos megoldás mindaddig, amíg a tervezett pályázatokból teljes körű rehabilitációra kerül sor. A munkálatok értéke 47 000 lej. Az útjavítási folyamatok miatt időnként forgalomkorlátozásra kell számítani a székelyföldi kisvárosban.